Testőrei mentették ki péntek este a tüntetők elől egy színházi előadásról a francia elnököt. Emmanuel Macron egy párizsi színházban tartózkodott, amikor több száz tüntető gyülekezett az épület elé, és többen megpróbáltak behatolni. A helyszínre érkező rendőrök ezt megakadályozták, majd kordont alkottak, hogy az elnök el tudja hagyni a színházat. Fekete autója a fütyülő, kiabáló tömeg között haladt el, személyi sérülések nem történtek. Már 45. napja tartanak a tüntetések és a sztrájk Párizsban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. A tervezet egységesítené a jelenleg 42 féle ellátást, megszűnének az egyes foglalkoztatási ágazatok önálló nyugdíjpénztárai. A legnagyobb indulatokat azonban az váltotta ki, hogy a kormány 2027-től a jelenlegi 62-ről 64 évre emelni a nyugdíjkorhatárt.